Na srácok, folytassuk a fisztet. Hogyha őszinte szeretnék lenni, akkor körülbelül 2-3 hete el sem indítottam a játékot, de ha jól emlékszem, akkor valahogy úgy hagytuk abba, hogy az utolsó boss előtt, és elkezdtem újra bejárni a korábbi területeket, hogy felszedjünk mindent, amit eddig nem tudtam, úgyhogy menjünk és szedjük fel. Kapásból itt van 2 plencid. Úgyhogy vegyük föl őket. Nézzük az irányításra úgy, hogy meg mint emlékszem. Jó, akkor oda nem megyünk el. Akkor viszont... Nem ezzel kell dodzsolni, hanem ezzel. Hát ezt kapta. Jó. Azt mondja, még tovább megyünk, és akkor itt fel. Úgyhogy több mint valószínű, hogy ez lesz az utolsó videó a játékból, de hát... Elő vagy utóbb el kellett, hogy jöjjön ennek is. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy hogy fog kinézni a játéknak a vége. Meg mennyire lesz nézve. Ugye Ciceróval már találkoztunk egyszer, és azért... Kitágította a púzomat elég rendesen. Ja igen, mivel váltunk fegyvert? Egy. És akkor itt most már be tudok jönni ide. Hát ez... ambush. Au. Fú, téged nagyon utállak ám. Így, hörpincsünk egy kicsikét, jó? Itt őt kéne elintézni, mert ő távolra lövöld az ilyen szasságokat. Bazzeg! Az anyád úristeni. Utolsó healünk. Jó, gyere csak. Dodge! Végzés. Szevasz. Na haver, már csak ketten vagyunk, remélem. Nice. Ott a plencit, adjad ide. Nice. És akkor ez így nyílt ki. Jó, jó. Na most visszamegyünk a böribe. Most vissza kell menni a böribe, az biztos. Várjál már. Aha, itt fel. Ez járható út lesz. Itt fel kellett volna mennem. Hol? Ott.
Az felvisz a börtönbe. Igen. Igen. Ez felhozott minket a börtönbe. Jelzd meg a végtelen heal. Adjad ide. Jó, itt lemegyünk, itt elmegyünk jobbra. És oda kéne valahogy feljutni. De hogy? Á, már meg is van. Á, de így. Az a tűz oda nem kéne. Hát ez gyönyörű volt. Tadám! Van még egy plencédünk. Ne, nem akartam hílelni. Jó, ez a plencéd megvan, a következő pedig egy picit nehezebb lesz. Oda el kell még jutnom. Au. De megoldjuk. A kurva. Jó, alakul. Az megvan. Jó. Az anyád úristenit. Az anyád úristenit. Itt fent ugye pénz volt. Menj már fel. Igen. Nem, itt egy láda volt, de a lényegen nem változtat. Most kérdés, hogy itt nem is tudok tovább menni. Úristen. Akkor csak a hosszabb úton kell jönni. Édes Istenem. Ja, és hogy ahhoz meg egyáltalán ne érjek hozzá. Picsába. Akkor itt egy eléggé nagy kerülővel kell mennünk. Hát ezt akartam elkerülni igazából. Mindegy, akkor megyünk a hosszabb úton. Itt le, balra, ezt nyisd ki. De először én azért... ezeket kérem. Na, szóval nyisd ki az ajtót, köszi. És itt a lifttel fel kell mennem. Legalább egy szintet. És ha azzal felmentem, elmegyünk jobbra, ott a plencidet felvesszük. Jó. Megoldható. Na, open. Anyádat. Találd el, légy szíves, köszönöm. Bazd, hallod? Ne
Ennek mennyi volt az esélye, hogy pont beleesek? Jó, és akkor itt van a flancid, amin nem tudtam átmenni. Ja, mondjuk, hogyha B-vel próbálok dodge-olni, akkor nem is fog menni. Hoppa. De felvettük. Úgyhogy itt végeztünk. Ez az. Jó, úgy látom, hogy úgy azért az irányítás nagyjából a kezemben maradt. Ami egyébként nem egy hátrány. Így 3 hét kihagyás után. Csak hát sok volt a meló, meg hát közben jött a Diablo 2, aminek egyébként most vettem fel kb. 10 perccel ezelőtt. Ja, 1/4 órával ezelőtt az utolsó részét. Húzzá már innen. Na, és erre viszont még egyáltalán nem jártam. Jaja. Itt volt egy póster. Neptune Walker. És akkor ide meg kell ez a fegyver. Jó. BOOM! Nem ezzel kell, hanem ezzel. Ej, már innen, fúj, de utállak! Mondtam már! Ő is tudja, hogy utálom. Jó, iszunk egy répalét. Most lefelé akartam esni. Nem elnézni ide. Ó, oh, hagyjál békén, fúj! Jó. Ez itt ennyi? Igen, úgy néz ki, hogy ez itt ennyi, és akkor ott még van egy sokkolós ajtó, amit az ostorral kell kinyitni. Nyissuk ki. Merre kell menni hozzá? Itt föl, majd balra. Gyere, beszéljük meg. Bum! Imádom ezt a kombót. Aha, és itt is föl. Mondom, itt is föl. Oh, heal. Ja, itt szabadított ki a szarvaskomár. Itt úristen, mennyi minden van. Itt erre itt végig megyünk jobbra, és akkor ott is vagyunk, ahol menni akarok. Baszódj meg. Ez hogy? Hova? Na mindegy, ez érdekes volt. Pont beleestem egy lyukba. És lehet jönni erre is. Ugye? Operáljuk meg. Lejön a lift, ez lift. Vagy feljön a lift. És még ezt az ajtót sem nyitottuk. Ó, bazd meg, ez is egy ambush lesz. Ja.
Adjad ide a hírt. Szóval ide miért jöttem? Mondjuk elsősorban azért, mert itt van egy ilyen. Ahol... van ez az. Hát jó, hát ez igazából így semmi nem volt. De jó. Ezt kapjátok ki! Még rakétával kapta! Mehetünk tovább. Várjál, azt a healt, azt azért elvinném. Gyere ide! Ez baj, hogy leugrott onnan föntről. Direkt azért jöttem be ide, hogy ő ne kapjon el. Nem akarsz, hogy véletlenül meghal? Nem akar meghalni úgy véletlenül. Viszont szopatni azt akar. Nem akarsz? Azért. Nesze! Ezt adjad ide. Ja, azt hittem felugrik. Na mondjuk felugrott, csak azt hittem, hogy fent is marad. Jó, megvan. Hoppáré! Megérte. 4 darab répaital. 4. Maximálisan megérte ide eljönni. Most már 4-szer tudok hílelni. Menjünk föl! És ettől feljebben nem tudok menni? Tökre úgy néz ki, hogy de. Viszont erre mi volt, hogy nem mentem végig? Azt mondom, hogy itt szereztem vissza a fegyvereimet, amikor bebörtönöztek. Ja, és itt ezért nem tudtam tovább jönni, mert... ó, már értem. Mert itt ugye nem tudtam ezen átdesselni. Az mi? Ja, csak egy boss.
Ez kurvára zavaró tényező, ez a hülye. Azt nem kérem, bármit is csinálsz. Hát ez gyönyörű volt. Ez gyönyörű volt! Egyik áramol bele a másikba. Kösz. Visszajössz te még ide. Meghal. Ez az. Hú! Az a forgó elektromos szar, azt az nagyon kellett oda amúgy. De megcsináltuk, az a lényeg. Ú, és akkor tényleg még valahol volt egy boss elrejtve, egy ilyen hülye tank. Ú, baszki. Azt nem tudom, hogy hol volt. És a börtön is 97%-ban van felfedezve. Lehet, hogy ott az a kis rész, ami hiányzik, mert ott arra felfelé nem tudok már menni. De azért megnézem. Mert rögtön, tehát nem tudom úgy leküldeni a liftet, hogy gyorsan kiugrok belőle. Ha csak nem. Nem. Kerüljek egyet ide, hívjam le és ugráljak fel. Hát, az meg jobb ötletem nincsen. Ez egy nagyon hosszú séta lesz, de megnézem, hogy a liftoknak tetején mi van. Kösz. Ezt pont kérni akartam. Meg ezt is. Az anyát a kúristen itt már! Na, viselkedjetek. Jó, az első lehetséges úton le kell mennem. Majd itt megint le. Ezt be kell nyalni. Még a lenti is kapott egy rakétát. Jó. Itt akár végig mehetünk itt föl. Ó, viszlát. Ide, lehívom a liftet. Figyelj már, és én innen nem tudok ott felugrálni, jó? Gondolom, akkor felugrálok a liftaknában. Kösz! De hogyha ez működik, és ha tényleg lehet tovább menni, ajánlom, hogy valami baszó szikret legyen. De miért kell ide leesnem? Csak kérdem. Nyisd már ki az ajtót, mielőtt még ezek meglőnek, kösz. Jó, és akkor itt tovább megyünk. De hát ez így nem működik. Mert zárva van a kurva ajtó. Akkor oda nem lehet felmenni. Hm. Nem jött be a tervem. Azóta tervem, bemegyek így a liptaknába, felmegyek, ha szétnézek. De akkor meg rajzolja ki rendesen azt a kurva térképet, hát. Na mindegy. Valahol itt van egyébként a végtelen heal. Ugye? Jó, emlékszem. Mert annak a lehetőségével én most élnék.
Így. Oké, akkor itt lemegyünk. Még azt is ki kéne nyitni, oda is el kéne nézni, azt a datacuccot felvenni, ott azt a plant seedet is, meg hát az a másik oldalról nyílik. Az is a másik oldalról nyílik. Tudja a fene, hogy akkor... Ennyi már. Szóval itt lemegyünk. Igen. Itt el kell menni jobbra. Jaj, de jó, hogy ez megzárva van. Vagy akkor megyünk a hosszabb úton. Nekem aztán mindegy. Ezzel lemegyek. Jó. Merre? Jobbra. Istenem. Ennek mennyi volt az esélye amúgy? 50%. Vagy beleesek, vagy nem. Nem! Jó, és akkor itt lemegyünk. Na, komám! Nem! Kell az a pajzs neked! Fúj! Azt hittem nem üt még egyet. Valahogy ki kellene nyitni, de ezt lentről kell. Mindegy. Le a víz alá. Merre? Itt végig. Reddit erre lefelé is van ám valami. Ó, tüske! Át lehetett törni. Korábban nem, mert nem volt meg a skillem hozzá. Jó, az ott semmi. Plant seed. Már megyünk is érte. Jó lenne tudni egyébként, hogy mennyien plant seed van a játékban. Jó, és akkor még itt is feljebb. Datadisk. Oké, ez megvan. Ez 92,6%-os az a terület. Jó, kell nekem még ott az a lenti rész. Meg ott is. Jézus atya úristen. Az a baj, hogy én most eljövök erre, itt kacsázok, és ott arra valamiért nem mentem el. Itt lefelé. Jézusom. Nagyon durván összetett egyébként a játéknak a térképe, még mindig. Hát minden elismerésem annak a játékosnak. Merre megyünk? Fölfelé. Aki így bemagolja anyádat, az egész térképet is.
kb. Rá se néz. És úgy viszi végig a játékot. Most itt teljesen le és jobbra. Nekem nem benne. Ja, még mondtam is, hogy jobbra. Hülye. Aha. Bazd meg, mekkora szemétség ez már! Hoppá! Légy színe forog, ennyi? Anyád. Hát ez gyönyörű volt, szépen eltaláltad. Na gondolom, amikor legutóbb erre jártam, még nem volt dupla ugrásom. Ha tippelnem kéne. Bazd meg! De hát tudok rajta desselni. Haha! Csak gondolom ezt kapcsolja ki a lázereket. Sem. Akkor ez mit csinált? De kikapcsolta a lázereket. Könnyebb legyen ide visszajönni. Jó, azt azért behörpintem. Legyen több életem. Arra sem voltam még. Hát... Csezd meg. Esküdesseltem. Na. Szóval itt végig megyünk. Majdnem koppig. Jó. Majdnem koppig elmegyünk és lefelé. Úgyis elfelejtem, mire odaérek. Mentés. De figyeljél már, ha már ez itt van. Javítsuk már meg magunkat. Meg... Van nálam ilyen datacucc. Én úgy emlékszem, hogy... Amit lehetett, én már mindent kitanultam. Minden más már le van zárva. Szóval koppig és lefelé. Aha. Nincsen semmi baj. Most úszkálunk egy kicsit, és akkor tudom, hogy ott miért nem mentem tovább. Mert ez a víz alatti... képességem nem volt meg, de úgy látom, hogy kijöttünk a vízből. Itt ambush volt korábban. Most nincs, hál' Istennek. Az egyébként eltalálta? Na. Itt... Mi lesz, hogyha ezen átmegyek? Megvárom, még ide jön a hal. Lehet menni lefelé. Figyelj, más is azt ott be tudom törni. Ha nem. Megpróbáltam. Biztos melegen tartja a vizet, azért van ott. Nehogy megfázzunk. De nagyon rosszat sejtek. Jaj, de jó. Várunk. Most.
Fogalmam sincs, hogy ez hova fog vinni. Hát egy datadiszkhez. De figyelj már, innen eltűnt a kígyó. Hova lett? Jó, elnézzünk arra le. Adjál már békén, hal! Boss. Nem, de lehetett volna. Akkor ez lesz, boss. Nem, itt lesz a patkány. Nem, nincs itt a patkány. Tényleg, ez egy jegyzet. Hát jó. Hát akkor megnézzük, hogy mi van arra felfelé. Egy ilyen hülye kígyó biztos, hogy lesz. Egy olyan hülye hal. Tudod mit? Akkor így megyünk át. Vagy úgy se. Mi a náthás fasz? Ott hogy? Nem enged. Na várjál. Akkor most visszamegyünk, mert nyilván víz alatt nem lehet inni. Tehát nem szeretnék meghalni. Ez a lényeg. Visszajövünk a száraz földre. Ide. És iszunk. Na még egyet, hogy tutira tele legyünk. Hogy? Valamit ki kéne ott találni, hogy hogyan időzítsem a charge attackot, hogy át tudjak ott menni. Egyelőre még nem igazán tudom, hogy mikor kéne, és ötletem sincsen. Ha csak nem. Kígyónak a fejét, ha eltalálom, nem? Az csak nekem fájt. Most. Elment onnan a hal. A hülye hal elment onnan. Jó. Ez egy kicsikét nagy. Jó, az várható volt, hogy bekapom. Boss. Nem, de lehetett volna az is. Én már komolyan mondom, mindenhol a boss-t látom. Jó, hát akkor megnézzük, hogy mi van itt fönt. Ebbe az irányba.
ki, jó! Plant seed, ez az! Jó, azért megérte. Ezeket majd vissza kell vinni. Mindenféleképpen, mert akkor kapunk jó dolgokat. Ott fenn nincsen semmi, ugye? Nincs. Erre meg már voltam korábban. De akkor ott azokat ott... Miért nem vettem fel? Illetve azt. Mi akadályozott meg benne? Az baj, annyira rég volt, hogy nem emlékszem rá. Ja, hogy nem volt nálam kulcs, de most van. Datadisk. Egy. Plant seed. Még egy. Ez is megérte ide eljönni. Viszlát! De akkor most visszamegyek le a víz alá, mert visszamegyek, és megnézem ott azt a nagyobb területet. Azt hittem, hogy majd össze lesz kötve, de... Hát hinni a templomban kell. Valaki szerint a WC-n. Én hiszek neki. A szobámban. Ülve. Most tűz. Uhú! Hát ezt nem pont így akartam. Mindegy, túléltük, az a lényeg. Jó, itt valahol le kell menni. Majd fel és jobbra. Aha, jó, jó, jó. Innen nagyjából képben vagyok. De csak nagyjából. Jó, nyilván ezek újra spawnoltak. És akkor valahonnan innen fordultam vissza. Ennyi innen hal. Jó, először elnézünk ide balra. Plant seed. Még egy plant seed. Hallod, a játéknak az összes plant seedjét most szedem össze ebben a részben. Hú, mennyire fog örülni neki a kis nyuszi. Hát már most mennyit tettem fel? Ötöt? Körülbelül. Meg én mennyire fogok örülni a jutalomnak? Mert nyilván az is jár érte. Nem. Arra nem megyünk. Meg... Ez betörhetős? Az. Baszódj meg. Hogy én mennyire utálom a pajzsos ellenfeleket. Arra mennyi. Úristen, majdnem meghaltam. Mondjuk ez is élet lett volna, értékeltem. Volna. És megint, hogy merre megyünk?
Jaj, de jó. Hagyjál békén, jó? Kösz. Most nincs kedvem harcolni veled. Miért? Mert lófasz életem van. Ennyire egyszerű a történet. Az viszont élet. Adjad ide. Ó, bezárult az ajtó. Nem akarsz úgy meghalni? Azért. Jó, az utolsó healünket nyomjuk el. Ahogy van. Kösz. Ennyi volt? Ezért zárták? Az utolsó upgrade. Megvan az utolsó upgrade. Peri! Volt egyébként Perink. Ez. De ez ugye izébe került. Répalébe. Hoppá. Hoppá. De azt parisztam. Mindegy, a pari az működik, csak rá kell, hogy érezzek. És rohadtul nem megy még. Viszont a szörpiket köszönöm. Megvan az utolsó skill. Nice. Mondjuk a perit rakhatták volna egy gombra, ne pedig nyom meg az irány gombot. És akkor talán jó eséllyel a perit kapod meg, nem pedig belesétálsz a pofomba. Mondjuk. De nekem az lesz a problémám ezzel a fajta perivel. Meggondolom, csak a fisztel lehet ezt kivitelezni. Nem rossz egyébként, hasznos skill, csak... Vagy sikerül, vagy nem, hát... Na. Jó, és akkor még ott el kell menni. Föl. Ez a lift, ez felvisz oda? Fel. Majd még azt kéne megnézni egyébként, hogy más fegyverrel lehet-e perizni. Vagy a fisztel lehet, az egy dolog. Erre még nem voltam még. Hm.
Itt lesz egy gyors utazási lehetőség. Most hol vagyok? Ott végigmegyek. Az egy ajtó. Oké, itt végigmegyünk és le. Ott van egy ajtó, amit még nem nyitottam ki valami oknál fogva. Annyira jó, hogy ezek ilyenkor nem tudnak megmozdulni. Kaptak olyan staggert. Jó, és akkor még tovább, és majd le. Hát baszódj meg, te mit keresel itt? De én nem akarok harcolni veled. Jó, akkor a hosszabb úton megyünk. Nekem az mindegy. Nem megyünk a hosszabb úton. A picsába. Akkor kénytelen leszek megölni ezt a mókaficeket. Nehogy eltaláld amúgy onnan. Mondjuk ebbe belemehetnél. Na, ég ágyon. Jó, szerintem ma mégsem fogjuk még befejezni a játékot. A kurva életbe. Ja, azért nem nyitottam ki azt az ajtót, már értem. De hozni kell ilyen cuccost. Ezt nem lehet széttörni? Na. Az ott nem jó. Ja, és az a baj, hogy ide... Picsába. Tehát ide kéket kell hozni, nem is pirosat. Akkor a pirosat azt hová kell vinni? Az enyédet. A pirosat azt ide kell hozni. Kéket meg. Ez itt kéket ad? Ez itt kéket ad. Na akkor ez az ajtó itt nyitva van, itt átmegyünk, itt leugrunk. Nyesze! Hát majdnem jó volt. Nyesze! Hát majdnem jó volt. Nyesze! Na a harmadjára sikerült. Hogy megérte ide eljönni. De nagyot hazudnék vele. Jó, hát akkor itt végig megyünk jobbra. Gyors utazás, elmegyünk a nem tudom még hova.
Nyilván vannak még azért durva területek, amiket fel kell fedeznünk. Na, itt a gyors utazási lehetőség. Az ott még nincs felfedezve alattam. Csáma. Éppenséggel megérte. Á, ezt adjad már ide. Kis répalé. Na, teleport. A Geoffrey Streetre elmegyünk. Leadjuk a... Hát van nálam egy poster, de az most nem érdekel. Leadjuk a plant seedeket, és megnézzük, hogy mit kapunk értük. Ó, bakker, hol vagy? Ja, látom. Hé, hey, növényes! Te nem a növényes vagy. A növényes itt van felettem. You found it so quickly? Wow! This is a new seed I don't have. You are amazing. Még kell nyomnom mindig a beszélgetést. Miért nem tud végigmenni magától? Ó, megérte. Többet hílel a répalé. Ha jól láttam, mert pont üdítőt tartottam, mert ki van száradva a torkom. Na. De megnézzük, hogy itt a leveses árul-e valamit. Kapok-e tőle valami jóságot? Finom volt. Lófasz nem kaptam. Hát jó van. Kaptam pajzsot, azt jó napot. Na, igazából azt is fel kéne ott venni. Meg itt egészen erre el kell jönni. Mert ott az nekem kell. HP növelő. Na, úgyhogy most elmegyünk a mackóhoz, és gyors utazunk. Ray, jó, meg egyébként a... Do you like listening to musical? How do you like my paint job? Nem rossz. Ez a kék fúró, ez ami most van nálam, ez menőbben néz ki. Na, menjünk el egész... oda. Hú, az ebben a játékban nem raktak volna ilyen gyors utazási lehetőséget, lehozna az életről. Na, azt mondja. Azt mondtam, hogy itt lemegyünk, és kellnek... Lemegyünk?
Lehet. Már is sok. Hol lehet lemenni? Mit nem vettem észre? Ne kelljen már körbe mennem, légy szíves. Azért. Még egy picit lejjebb. Na! Jó. Ez így rohadtul fáj. Meg ez is. Még mindig nem tudom, hogy kell felvenni. Az a baj, hogy itt meg át se tudok menni. Meg ezt én ide hiába dobom le, hogy majd az úgy berobbantja. De ahogy hozzáérek, az nekem rohadtul... Hagy essek már le ide, na! Tehát az nekem rohadtul fáj. Úgyhogy ezt itt nem értem. Nem, ezt én nem értem itt. Nagyon szívesen felvenném, de rohadtul nem értem. Majd arról max nézek egy videót, off camera, elintézem, de... Én olyan szinten nem értem, hogy azt ott hogy kellene felvenni, hogy... Föl. Pedig, ha megnézitek, az összes skillem megvan. Az összes. Akkor lehet, hogy ma mégis befejezzük, mert nem fogok itt azért a kölészni kamzébe videóban. Ami olyan volt, bejártuk. Felvettünk egy csomó plantseedet. Ha megnézitek. Jó, mondjuk még ott is van egy. De én most azért nem megyek vissza. Majd. Na jöjjön akkor, aminek jönnie kell. Aktiváljam a lifteket. És ha én itt feljövök? Ja, semmi.
Az mi? Utoljára ilyen mechanikát a Sonicba láttam. Ú, de ambush lesz. Hát ez még nem nyílik ki. Meg ez sem. Hát... itt voltam az előbb. Jaj, de jó lesz! Hülye labirintus, te! Fú! Azt találd meg akkor, hogy merre kell menni, mi? De ez még mindig zárva van. Jézus ereje! Na, most már viszont nyitva van. Oké, megoldjuk. Azt hiszem. Hogy nem szédül el a nyúl? Azt se tudom, hogy merre megyek. Jó irányba. Oké, egy megvan. Pa. Na hát akkor menjünk, intézzük el a másik oldalt. Ott a Wolfenstein logó. Hát, ja, ez nyílik, jól van. Na, kezdődik. Jaj ne, már látom, úristen. Belemennék. Annyira tudtam.
Úristen! Oh, oh. Most a poén kedvéért kapunk egy ilyen hülye ezért is. Lázert. Biztos, ami biztos, fájjon a visszafelé vezető út. Na, most ezzel másik irányba megyünk el. Átlósan. Hol vagyunk? Anyádat. Jó, hát ez sikerült. De ugye nem kell visszamennem. Nem, hál' Istennek. Hogy mi van? Hát ez gyönyörű volt, kösz. Ez is. Ó, te barom állat! Heal! Na, ott voltam pedig fönt. Haha, kibasztam veled. Átdesseltem rajta. Hoppáré, ott egy plencid. Ott egy plencid. Kell az nekem? Kell, hát. Jó, mondjuk azért nem az életem árán. Megvan. Hú, de kéne az az élet. Ez megvan, ami azt jelenti, hogy most vissza kell mennünk. És arra lesz bonfire, nevezzük így, javító terminál. Az hol van? Pont erre. Na. Adjad ide a javító terminál. Oda. Gyógyulj meg. Nice. Felfelé. Remélem, még több ilyen butaság nem lesz. Élt túl a rajtaütés, hát kösz. Azt nem kérem. Jaj, de jó! Thank you.
Próbáljunk meg, várjál. Előbb te hallj meg. Tehát azt akartam mondani, hogy próbáljunk már megparizni, de nem nagyon van rá lehetőségem. Jaj, de jó lesz! Kisebb a platform. Ó, oh, az anyád! Ennyien szar jön még. Egyre kisebb a arcmező, azt meg még nem akartam felvenni. Oké. Okay. Talán most jobb a helyzet, egy picikét. De volt már, hogy elkiabáltam. Elkiabáltam! Az anyádat. Adja tedi a healt. Remélem ezt még egyszer nem kell megcsinálni és lesz fent mentés. Hát valami van balra. Pont ez kellett nekem. Várjál már, azzal, hogy megvan az utolsó skillem. Ezek már megvannak. Azokat a lakatokat mikor kapom meg? New Game Plus. Jó, akkor nincs más. Igen, mint az End Boss. Is the only power that Torch City can rely on. The power of an object you've already lost what truly matters. De figyelj már, ez egy kicsikét nagyobb, mint legutóbb, nem? You do not know the true meaning of power. Adapt or die. The spark makes us stronger. Mi a tököm történt? Nem is tudtam követni. Ilyen tuk-tuk-tuk-tuk, az flipperi. Na ez mókás lesz. Die. The spark makes us stronger.
kipróbálunk valamit. Hát nem ezt. Jó lesz. Tudom, hogy fogom megölni. Az ostorral. Széjjel fogom csapni az agyát. Menni fog. Csak az a baj, hogy ilyenkor mindig átvált ökölre a játék. De menni fog. Sikerült egy pari. Mi van? Az anyád úristeni. Ez fejezd be nagyon gyorsan. Ja már. Hát baszd meg, háromszor nyomtam meg a heal gombot. Háromszor. Az anyádat! Miért? Miért kellett háromszor megnyomnom a healt ahhoz, hogy elkezdjek inni? Illetve, hogy még csak nem is kezdett el inni, azért haltam meg. Miért? Csak kérdem, mert most meghalt volna. Hogyha heal-el. És kimegy belőle. Ide gyere.
so we can laugh. Átdesseltem rajta. Gyere már ki belőle, könyörgöm! Kösz. Deseltem! De ez, hogy kiteleportál belőle, ez undorító. Lehet parizni. Megunta. Most meghalsz. De nehezen adja magát a végére. Ott vagy a... It's over.
Vertisans could have evolved into a more logical and more perfect race. And then what? Become the Legion's puppets for all eternity? This kind of future is worth fighting for. You win, Raiden. I've always wanted to become the hero of this world, but Raiden, in this world, you are the insane one. See you down there, my old friend. Átmész Terminátorba? Mondjuk már az vagy. Az tényleg? Most, hogyha még a like-ot így bemutatta volna, miközben szétolvad. Lehet, hogy lefordulok a székről a visítástól, hogy annyira röhögök. Na! Hát ez ennyi volt. Jó, nyilván végig lehetett volna rajta szaladni egy picit gyorsabban is, de én igyekeztem a lehető legjobban felfedezni az egész térképet. Nyilván vannak még olyan területek, amiket be kéne járni teljesen, de egy olyan 80-85%-ban szerintem bejártam mindent, ami egyébként nem olyan rossz ahhoz képest, hogy más szerintem csak így végig rohan a játékon, minél előbb túl legyen rajta. Hát én nem. Egy boss-t, egy tankot, ezt biztosra tudok, hogy valahol elhagytam. Mert talán az előző, vagy az azt előtt, az előtti részben én összetalálkoztam vele, meghaltam, és el kellett mennem itthonról, és utána már nem emlékszem, hogy én azzal megküzdöttem volna újra. Ha igen, akkor meghalt, ha nem, akkor az még ott van. De az a helyzet, hogy az a kék tank boss, hát abból már megöltünk kettőt vagy hármat, tehát azzal a bosszal igazából a játékból sok mindenből nem maradtunk ki, úgymond, tehát max ott a jutalom, ami úgy érdekes lehet, hogyha megöljük, de magát a boss-t már láttuk kétszer vagy háromszor, mert azt a tankot valahogy szerették újra hasznosítani. Na mindegy. Hát ez egy kurva jó játék volt. Nekem nagyon tetszett. Néha... falnak tudtam volna szaladni egy-két mechanikájától. Tehát például nem értem, hogy egy boss harcnak miért attól kell, hogy nehéz legyen, hogy a bosson kívül még van 10-15 másik ellenfél bent az arénában, akik széjjel kapnak. Tehát egy boss harc, ez ne ilyen 15v1 legyen. Legyen 1v1, 3v1, stb. Volt 2v1 boss harc, amikor két bosszal kellett egyszerre küzdeni. Még az is úgy azt mondom, hogy oké. Okay. De amikor így... jön egy boss, és van hús segítője, aztán mire azokat kinyírod, hogy meg tud ütni a boss-t, leidéz még 20-at. Tehát így a biztonság kedvéért, hogy nehogy meg tud már ölni. Tehát ezt ne. Egy boss ez ne ettől legyen nehéz, hogy tele spammelik ellenfélel az arénát. Na, az irányítással egyébként teljesen ki voltam békülve. Nem volt hosszú egy credits amúgy. Na várja, after credits van. Ne! Nem halt meg! Mondjuk nem mutatták, hogy meghal. Na nézzük. 83% a progresszünk, ami mondom, nem olyan rossz. Na, szóval az irányítással én teljesen ki voltam békülve. A...
fegyverek meg a kombók azok kurva jók voltak. A játéknak a hangulata, a világa, a zené mind-mind nagyon tetszett, úgyhogy én tényleg ajánlom bárkinek. Tehát ahhoz képest, hogy nem akarok hülyeséget mondani, ennek a stúdiónak ez az első játéka? Vagy az a Kena? A Kena. Azt hiszem a Kena az első játékos. Na mindegy. Tehát én abszolút nem csalódtam a játékban. Nekem nagyon bejött. Úgyhogy nem bántam meg a vásárlást. Ugye, akinek nem tűnt volna fel, mondjuk a címben benne van, hogy PS5-ön játszottuk. Viszont egy apró újítás volt a dologban, hogy ez a végigjátszás, ez 4K-ban volt megtekinthető az elejétől a végéig. A PS címeket azt valószínűleg 4K-ban fogom csinálni. A PC-seket meg lehet maradnak 2K-ban, bár attól függ, hogy az adott játék az mennyire tudja 4K-n tartani a 60 FPS-t. Mondjuk egy 2080 Ti, na mindegy. Minden esetre én már nézegettem, hogy a gépet hogyan lehetne fejleszteni, csak hát az kell némi pénz. És hát az a helyzet, hogy vennem kell egy alaplapot, meg ami procit kinéztem, az közel 4 kg. Na mindegy. De az legalább egy Intel, és ha jól láttam, akkor 18 magos. Ez az i7, amit meg használok, ez 4 magos. Na mindegy, szóval ezekben a tervekben most egyelőre nem akarok jobban belemenni. Tervben van egyébként egy PC upgrade, de ez több mint valószínű, hogy majd csak 22 közepe felé, addigra összegyűjtöm rá a pénzt, illetve hát, ha nagyon akarnám, már most holnap tudnám upgrade-elni, de nem. Inkább szépen spórolgatunk addig, amíg nem nagyon érzem meg annak a pénznek a hiányát. Már nem kevés pénzről van szó. De lényeg a lényeg, hogy a PS címek 4K-sak lesznek. A PC-s címek meg hát addig lesz 2K, amíg nem lesz upgrade. Vagy hát ha a játék bírja, akkor jöhet felőlem a 4K. Na de srácok, nem szaporítanám tovább a szót a jövőbeli tervekről. Aki szereti a stílust, bátran vásárolja meg a játékot, akár PC-re, mert egyébként PC-re is van. Akár PS-re, és toljátok végig, mert ez egy kurva jó játék volt, és legyen ez a végszó. Sziasztok!